Jaj, köszönöm szépen. Egyébként azt meg szeretném kérdezni, hogy hány évesnek tűnök csak így tipre első? 16? Van, aki azt mondta, hogy 12. Az mondjuk kemény lenne, mert engem tényleg mindig fiatalabbnak néznek, és amikor én kicsi voltam, és mentem mondjuk bulizni, akkor mindig egy arab haverom személyigazolványát kértem kölcsön. Az a neve Aramam Naduye. Rengeteget gyakoroltam, hogy ki tudjam mondani, és hogy ne ezen bukjak meg, mert begyakoroltam a születési dátumot, a hónapot, anyja nevét, apja nevét, odaálltam a biztonsági őr elé, bemutattam, ő így nézi, azt mondja, figyelj már, ejtsd csak ki a neved. Nem volt nehéz, gyakoroltam, mondom, Aramam Naduye. Azt mondja, Aramam Naduye, de érdekes, imádom az arab neveket, apádé, micsoda? És erre rávágtam, hogy Gál Szabolcs. De ez tényleg nagyon durva, mert engem tényleg fiatalabbnak szoktak nézni, és keresem az ördögöt, mert a személyigazolványomon még szemüvegben vagyok. A magánéletemben meg nagyon sokszor kontaktlencsében. És ez egy olyan Superman effektust okoz a legtöbb pultosban, hogy múltkor kétszer akartam sört venni, és kétszer nem adták ki, mert hogy nem én vagyok a személyén. És harmadjára már annyira ideges lettem, hogy hazamentem, felvettem ugyanazt az inget, amiben a személyimen vagyok, meg felvettem a szemüvegemet, visszamentem, meg se vártam a csajtól, hogy kérje az irataimat, így beküldtem az arcába, és a csaj halálra várt arccal azt mondta, hogy de jó, hogy jössz, basszus, előbb egy kis csávó, te irataiddal akart alkolni. Mert 26 éves vagyok, mert úgy kezdem valamennyire férfinak érezni magam. Ugye, az a probléma, hogy ahogy növök, egyre inkább érzem, hogy fog közeledni egy teljes körű lakásfelújítás megint. Ezzel egy probléma van, hogy én már egyszer ezt beszívtam, oda kapcsolódik életem legnagyobb félreértése, ugyanis én nem tudtam, hogy nagybátyám bent a mosdóban nem a kettes műveletet csinálta, hanem fest. Amikor csak megérkeztem, azt láttam, hogy nagybátyám kilép a mosdóból, és büszkén kijelenti, hogy na, felkentem a falra az összeset! És az a szomorú egyébként, hogy mi egy udvaron lakunk nagyanyámékkal, és a mi fürdőszoba ablakunk az pont rávilágít nagyanyámék teraszára, és onnan is flottul belátni, ami csak akkor gáz, amikor nagymamáméknál vendégek vannak, mert ugye így lépek be a kertbe, lábam között már harangoznak, lépek be, és pont akkor vesz észre a nagyfatra, hogy mi adta Danika, 20 vendég vagy? Ja. Én meg ott állok, mint egy manüken matematikai ellentetje, tehát testolaj, izom és tulajdonképpen kisgatya nélkül, és kidolgoztam egy technikát, hogy abban a pillanatban, amikor nem figyelnek, én megfogom a kertnek a peremét, kirántom magam egy lépés és elérem a törülközőket. Igen, nem csak azt meg nem veszem figyelembe, hogy a tiszta erőből rám fröccsenő víz a testemről lepattan a földre, ahonnan aztán egy kis Balatont képezve csúszik, mint az állat. Úgyhogy kivárom a megfelelő pillanatot, fogom, kirántom magam, és a hideg kövön... De nem esek kétségbe, mert felállok, leporolom magam, viszont pont az ablaknak háttal. Hátra nézek, és a 20 vendégfej így... Oh. És én is éreztem, hogy nem fogom megkapni a max pontot, de nagypapám az élelmesmerő megszólalt, hogy Danika, kis seggedet takard el, mert kivirít a malac persely. Nagypapám egyébként nagyon kedves, tőle egyszer húsvétkor megkérdeztem, hogy és, meglocsoltad a mamát? Azt mondja, hülye gyerek, gazt nem locsolni kell, hanem kikő kapálni. Nagyanyám egyébként modern nagyszülő, nem olyan régen, befestette a haját vörösre. De senki nem ismerte meg az egész házban, én sem. De legdurvábban nagyfaterom nem, aki jött haza munkából, mondta neki mamám, hogy gyere feruskám, lefeküdni, mire a nagyfaterom. Csak a babcika meg ne tudja. És mindig vannak náluk ilyen családi ebédek. Ugye ilyen családi ebédeken mi szokott még általában menni a tévében? Van a gasztroműsor. Ugye? Állítólag azok a férfiak nagyon bejönnek a nőknek, akik tudnak főzni. Én elkezdtem. Nagyon macsós kaját akartam csinálni, mert van benne koriander. Amiről nem tudtam, hogy micsoda, viszont anyám szigorú tanárnő, nem mertem megkérdezni. Csak így beetetve, hogy anya, a koriander az hol van? És jött a teljesen kielégítő válasz, hogy Dani, úgy csinálsz, mintha nem itt laknál.
és én meg egész eddig nem tudtam, hogy csak az lakhat itt, aki tudja, hogy hol a koriander. Lána nem én, aki fél évente egyszer főz. Faterom ő főző, nagy példaképen, csak az a gond, hogy szüleim elváltak, fateromnak el kellett költözni, mert rohadtul nem tudta, hol a koriander. Igen, egy gyorsan elmondhatok. Ja. Köszönöm. Csak annyi, hogy itt ugye említettem, hogy én felköltöztem már Budapestre, tömegközlekedni szoktam. Borzalmas emberek vannak a tömegközlekedési eszközön. Főleg a villamoson, mert egyszer Kőbányára utaztam, és ült mellettem egy pali, aki mindenféleképpen beszélgetést akart velem kezdeményezni. Ezt abból szültem le, mert 2 centire az arcomban nézett így, hogy... Azt mondja, hova utazol? Mondom, Kőbányára mentem, mondom, Kőbányára. És ön? Azt mondja, hát, van most ez a visegrádi király találkozó, oda igyekszem. Most, aki nem tudna, annak mondom, hogy a visegrádi király találkozó 1335-ben volt. Én meg etikából egyetemen azt tanultam, hogy egy fontos találkozóról maximum 15 órát illik késni, de semmiképp sem 700 évet. Ráadásul egy ilyen fontos találkozóról, ahol a cseh-lengyel-magyar király a Bécset elkerülő kereskedelmi útvonalról tárgyalt, de látszott a pali szemén, hogy biztos benne, hogy rá ott számítanak. Viszont akkor meg szegény királyokat kezdtem el sajnálni, akik ott állnak a mező közepén, ugye, fejükön a bőkinges papírkorona. És Károly Róbert megszólal, hogy várunk még valakit, mert már úgy kerülnék. Erre a cseh király, igen, várunk még valakit. És ő mikor jön? Erre a lengyel király, a franc tudja, ő Kőbánya felé kerül. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm.